Sziasztok! Már megint egy lítium vasfoszfát akkumulátor, már megint egy olyan márka, ami eddig még nem volt nálam. Nem is igazán tudom, hogy hogyan kell mondani. TTVN, TVN, nem tudom, tulajdonképpen mindegy is. Ez egy 12 voltos, 100 amperórás, 100 amperes BMS-sel szerelt, hagyományos méretű, és tulajdonképpen mindenben a korábban bemutatott akukhoz hasonló kinézetre, meg úgy egyáltalán mindenre nagyon hasonló aku. Amiket eddig bemutattam, a Sanfu, a Redodo, a Litime és a Wattcycle akuk, mindegyik a gyártónak a saját webshopjából rendelhető. Voltak olyan kérdések, hogy hát megbízható-e az a cég, ki lehet nekik bátran előre fizetni a dolgokat. Eddig mindenkinek, aki ezektől az előbb felsorolt cégektől rendelt, és én visszajelzést kaptam tőle, pozitív volt a tapasztalata, de ha te mégis tartanál ettől, és mondjuk például a Banggoodról meg amúgy szoktál vásárolni, akkor ez az aku neked abból a szempontból kedvezhet, hogy ez a Banggoodról jött. Hogyha neked például a Banggooddal pozitív tapasztalataid vannak, mert mondjuk ott szoktál vásárolni, akkor olyan szempontból ez az aku a számodra előnyös lehet, hogy ezt onnan lehet megrendelni. Most azt ígérik, hogy olyan körülbelül egy, de maximum két hét a kiszállítási idő európai raktárból, és ami még egyébként így a leírása, vagy az interneten felelhető adatok alapján egy nagy előnye lehet, az az ára, ugyanis ez a videó készítésének a pillanatában 2025. május 5-én 62 000 forintos áron rendelhető ingyen szállítással a Banggoodról, ami nagyon jó, jelen pillanatban szerintem ez a legolcsóbb, legalábbis azok közül, amikkel én találkoztam. Na nézzük meg, hogy akkor mit tartalmaz a csomag. Hát teljesen szokványos magát az akut. Ez a, hogy úgy mondjam, a normális méretű, nem a mini, hanem a hagyományos méretű 100 amperórás 12 voltos aku méret. Mindegyik gyártónak, ami eddig volt nálam, az a négy, akiket az előbb felsoroltam, teljesen ugyanígy néz ki, ugyanilyen műanyagházban vannak az akui, jó minőségű, kellően erős, semmi különbséget én nem látok azokhoz képest így kívülről építési minőség szempontjából. Ahogy azokat sem, ezt sem fogom szétszedni, mert itt a teteje úgy van ráragasztva, és azt azért nem engedhetem meg magamnak, hogy tönkre tegyek egy ilyen akut azért, hogy belenézhessek a belsejébe, de azt le fogjuk tesztelni, hogy mit tud. Na de hát, hogy mi van a csomagban. Ugye maga az aku, van hozzá egy ilyen kis zacsiban kettő darab csavar a portokhoz, meg kettő darab ilyen kupak, amivel érintésvédelmileg egy kicsit le lehet szigetelni a csavaroknak a fejét. Megvan egy angol nyelvű használati útmutató, teljesen jó minőségű angolsággal elkészítve. Gyakorlatilag az összes adata ugyanaz, mint azoknak a gyártóknak az ugyanilyen 12 voltos 100 amperórás akuinak, amik jártak nálam. Szerinte a 12,8 a nyugalmi feszültsége, 100 amperóra a kapacitása, ami ugye 1280 wattóra teljesítményt jelent, 14,4 plusz minusz 2 volt töltőfeszültséggel érdemes tölteni, a gyártó 20 amperes töltést ajánl, de egyébként annál magasabb töltést is teljesen simán vesz. Itt mutatja is, hogy 100 amperrel lehet maximum meríteni, és ugyanez a töltésre is igaz, tehát maximum 100 amperes töltést bír el, az már azért hosszú távon nem egészséges neki, ahogy egyébként a 100 amperes merítés sem, tehát azért ezt, hogyha ilyen nagy merítő áramra van szükséged, akkor azért érdemes egy nagyobb méretű akut venni, de azért néhányszor kibírja, és egyébként ilyen 40 amperrel simán lehet tölteni, sokszor az még nem fogja az élettartamát károsan befolyásolni. Amíg töltődik, addig elmondom, hogy ugye mi a lítium vasfoszfát aku, ez egy egészen más kémiájú aku, mint a hagyományos ólomsavas akkumulátorok,
sokkal tovább bírja, sokkal több ciklust bír, ráadásul nem csak 50%-ig meríthető le károsodás nélkül, hanem akár 100%-ig is, igaz, hogy az már nem tesz jót neki, de minden esetre lehet. Sokkal több előnyös tulajdonsággal rendelkezik, mint amennyivel drágább az ólomsavas munkaakkumulátorokhoz képest. A lítium-ion a kémiai akukhoz képest meg azért jobb, mert ugyan egy nagyon picit nagyobb és nehezebb ugyanakkor a kapacitás mellett, de ezek egyáltalán nem hajlamosak kigyulladni, illetve felrobbanni, tehát egészen biztonságosan használhatóak például egy házban napelemrendszerhez is. Ennél részletesebben ebben a videóban nem akarok a lítium-vasfoszfát akuk előnyeinek az ecsetelésébe belemenni, ugyanis erről van egy külön videó, ahol teljesen részletesen elmondom az összes ilyen dolgot, hogyha még nem láttad, ide kattintva meg tudod nézni. Csak nagyon gyorsan pörgessük végig a használati útmutatót, hát ha van benne számunkra érdemes vagy érdekes információ, ugye itt vannak a méretei, a fizikai méretei, körülbelül ez olyan 10 kiló egyébként, mint általában az ilyen 100 amperórás akuk, és akkor itt töltési instrukciók egyébként azt mondja, de ez minden ilyen lítiumvas foszfát akkora érvényes, hogy 3 havonta érdemes feltölteni, hogy megőrizze hosszú távon a teljesítményét, és egyébként, hogyha pedig hosszú ideig akarod tárolni, akkor olyan 50%-os töltöttségre érdemes lemeríteni, és úgy érdemes tárolni, az tesz neki a legjobbat. Itt vannak az adatai, ezekről már az előbb volt néhány szó. Természetesen ezt is, mint minden lítium-vasfoszfát akut, a saját beépített BMS-e nem engedi tölteni 0 fok alatt, hogy nehogy károsodjon, de egyébként mínusz 20 fokig lehet belőle kivenni áramot. Hát nyilván, hogyha ilyen hidegben akarod használni, akkor fűtött helyiségben kell tartani, hogy lehessen tölteni is, és akkor természetesen ezt is sorosan és párhuzamosan is lehet kapcsolni őket, akár 8 akkuból is építhetsz egy jó nagy rendszert, és ami szerintem még érdekes információ az ez, hogyha például napelemrendszerhez akarod használni, akkor itt az inverter számára megadják a beállításokat, hogy milyen töltőáramot érdemes megadni, mi legyen az a maximális feszültség, aminél megszakítsa a töltést, és ugyanez a merítésre is érvényes, tehát ez is jó, hogy ezeket is megadják hozzá, hogy egy invertert milyen értékekre kell beállítani, hogyha ilyen akkuval akarod használni. Hát igazából ennyi. Ja, és persze, amit az előbb nem mondtam, a szállításhoz ennek a termináljait is ilyen kis műanyag kupakok védik. És amiben az egyetlen dolog, amiben különbözik az általam eddig próbált hasonló méretű lítium-vasfoszfát akukhoz képest, az az, hogy maga a termináljai szemmel láthatóan részből vannak. El tudom képzelni, hogy a többinek is, csak azokat mondjuk valamilyen króm vagy egyéb ilyen ezüst színű bevonattal látják el, esetleg a korrózió ellen, ezért meg nem tudom. Minden esetre az itt szemmel látható, hogy ezek a terminálok részből készültek. Na és hogy mit tud, azt is megnézzük, melyik korábban szereztem be egy ilyen akutesztelő sönttel rendelkező kis készüléket, mert hogy ugye általában azt szoktam csinálni, hogy az akut rákötöm egy inverterre, és akkor azon keresztül valamivel jellemzően egy olajradiátorral ki szoktam fogyasztani a teljes feltöltéstől a nulláig, amíg a BMS ki nem kapcsol, és azt egy konnektorba dugható ilyen teljesítmény fogyasztás mérővel szoktam mérni. Azzal a metódussal az volt a baj, hogy ugye azt az inverter kimenetébe lehetett dugni, és így tulajdonképpen az inverterből kijövő energiamennyiséget lehetett csak lemérni, csak hogy az inverternek is van vesztesége, valamennyi saját
energiafogyasztása, és így nem tudtuk meg azt soha, hogy pontosan ténylegesen az akuból mennyi jött ki. Ezt viszont magára az akkura fogom rákötni, ezen keresztül fog menni az áram az inverterbe, így tökéletesen pontosan azt fogjuk látni, azt a teljesítményt, azt az áram mennyiséget, ami az akuból kijön. Gyorsan itt összeszerelem. El is indult, ahogy itt megkapta a pozitívról is az áramot. Itt most látszik a pillanatnyi feszültség teljesen feltöltve 13,72, ugye elvileg telit mutat, és az összes többi érték pedig ki van nullázva, és itt majd le fogjuk tudni olvasni, hogy összesen hány amper óra jött ki az akuból, úgyhogy inverterbe, olajradiátorbe, így az egyes fokozatom megy, és itt az inverternek a kijelzője azt mutatja, hogy jelenleg 600 watt a teljesítmény, amit az olajradiátor kivesz belőle, és ezen a kis kütyűn pedig az látható, hogy 631 watt szerinte a pillanatnyi, és 48,6 amper, és eddig 0,8 amper óra. Hát ezt most hagyjuk, ugye ezzel a merítéssel körülbelül 2 óra alatt fog lemerülni az akku. 2 óra múlva visszatérünk, és innen az alsó sorból leolvassuk, hogy az a 100 amper óra, az kijötte belőle, ami rá van írva. És itt amúgy jól látszik az is, hogy terhelés alatt azonnal beesett a feszültség, hát ez is teljesen természetes dolog, hiszen ilyenkor ugye megy kifelé az akkuból az áram, ilyenkor a feszültség mindig lecsökkent, 12,8, ugye ahogy az akkunak a leírásában is szerepelt, hogy a feszültsége az 12,8 általában a használat közben, hát 12,81, úgyhogy ezt elég jól eltalálták, ezzel a így jön ki a 100 amper óra és a 12,8 voltos feszültség, így adja ki az 1280 wattórát, ami itt valahol rá is van írva, itt van ráírva az akkura. Na most kezdett el csipogni az inverter, hogy szerintem már túl alacsony a feszültség, és most közben ott tartunk, hogy 90, na és most mondta azt az inverter, hogy most már tovább nem meríti, és most 96,58 amperóránál vagyunk,
És mindezt úgy, hogy ugye folyamatosan ezzel a 600 watttal, tehát közel 50 amperrel merítettük az akut. Tehát az 50 amperes merítéssel vehető belőle 96,5 amper óra, az szerintem baromi jó. Ilyenkor általában még van az aksiba kivehető, hogyha egy ventilátorral vagy valami kisebb fogyasztóval tovább kínoznánk, akkor elképzelhető, hogy akár a 100 is meg lenne. Én azt gondolom, hogy ezzel az 50 amperrel, hogy eddig bírta, az teljesen rendben van. Általában nagyjából ezt szokták tudni ezek a 100 amperórás lítium-vas foszfát akuk. A teljes lemerítés után megint ráraktam a töltőre, ezzel a 40 amperes ledodó töltővel 2,5 óra alatt fel lehet tölteni teljesen. A gyártó ugyan 20 amperes töltőáramot ajánl hozzá, de ez a 40 amper ez még egyáltalán nem sok egy ilyen 100 amperórás akunak. Mi akár 100 amperrel is lehetne tölteni, de azért az már hosszú távon nem igazán előnyös a számára az élettartama szempontjából. És hát végül, mint mindig, mondjak egy véleményt is. Azt tudom mondani, hogy ránézésre és így a teljes merítés alapján, kipróbálás alapján is ez az akku nagyjából ugyanazt tudja, mint az ugyanekkora méretű más márkájú akuk, amik eddig nálam voltak és amikről készült videó. Viszont jelen pillanatban ez olcsóbb azoknál. Nyilván ezek az árak folyamatosan változnak, hogy ki mikor akciózik, minden esetre ez most nagyon jó áron van. Berakom a Banggood-os linkjét a leírásba, hogyha érdekel, akkor ott a leírását meg tudjátok nézni, meg onnan meg is lehet venni. Elvileg 2 héten belül megjön, nekem legalábbis egészen hamar ideért. És ez a sima Bluetooth nélküli változat, azért mondom csak, mert a Banggood linken egy kalap alatt meg fog jelenni neked a mind a két változat, van ebből egy Bluetooth-os változat is, az valamivel drágább, de az olyan, hogy telefonos applikációval lehet csatlakozni magának az akkunak a Bluetooth moduljára, és akkor a mindenféle töltöttségi állapotot, meg egyébeket a telefonos applikációba meg lehet nézni az akkuról. Hát én nem tudom, hogy egyébként azt a több mint 10 000 forintos felárat megéri-e. Nyilván, ha valakinek megéri, akkor érdemes azt választani, hogyha akinek meg nem, annak pedig itt van olcsóbban ez a sima változat. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó is a számotokra. Hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ilyen jellegű videók is jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!